szeptember 1-től zöld rendszámot kizárólag a tisztán elektromos és nulla emissziós gépjárművek kaphatnak. Az 5P, azaz a külső töltésű, és az 5N, a növelt hatótávolságú környezetvédelmi osztályba sorolt járműveken 2026. november 30 ig le kell cserélni. Lezárult a zöld rendszámos luxus terepjárók kora, közölte az Építés és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. A közleményben felidézték, hogy 2016. január 1-től a plug-in hibrid járművek jelen, a zéró emissziós, azaz a tisztán elektromos és hidrogén meghajtású gépjárművekkel megegyező mértékű kedvezményekben részesültek. Az eltelt nyolc év azonban vegyes tapasztalatokat hozott mind a technológia környezetvédelmi értékére, mind az ezt használó autókra vonatkozóan. Az európai számvevőszék az elmúlt években figyelemmel kísérte a közúton közlekedő külső töltésű hibrid üzemű gépjárművek általános üzemeltetési gyakorlatát, valamint az ezzel összefüggő károsanyag kibocsátási tapasztalatokat, és megállapította, hogy a hálózatról tölthető hibridek valós vezetési feltételek melletti kibocsátása átlagosan háromszorosa, ötszöröse a laboratóriumban mért kibocsátásnak, ami az ilyen autókban lévő belső égésű motorok vártnál gyakoribb és nagyobb mértékű használatával magyarázható. Másrésztről az elmúlt években nagyobb számban terjedtek el azok a járművek, amelyek az átlagos benzin vagy dízelüzemű autóknál nagyobb belső égésű motorral rendelkeznek, de egy elektromos meghajtással kiegészítve úgy részesülhetnek a környezetkímélő, nulla kibocsátású autókkal megegyező mértékű kedvezményekben, hogy valójában lényegesen szennyezőbbek, mint az átlagos, foszilis üzemanyagot használó járművek, mutatott rá az Építés és Közlekedési Minisztérium. 2024. szeptember 1-jétől a zöld rendszámra kizárólag a tisztán elektromos és nulla emissziós gépjárművek lesznek jogosultak az első belföldi forgalomba helyezés során. Sokan választották a véradást, az elmúlt héten is Vármegyékben olvasható a Magyar Vöröskereszt Csongrád Vármegyei Szervezetének közleményében. Számos sikeres eseményt szerveztek, így alapvetően az intézati véradások most is a vártnál jobb teljesítményt mutattak. Abban bíznak a szervezők, hogy sikerül ezen a héten is sok véradót megszólítaniuk, hogy biztosítva legyenek továbbra is a szükséges vérkészletek. A nemes ügyhöz minden egészséges 18 év feletti felnőtt csatlakozhat. Érdemes hogy aki vért ad, vigye magával fényképes személy azonosítók manyát, lakcím és tajkártyáját. Éve szinten a nők négyszer, még a férfiak ötször adhatnak vért. Azok, akik karjukat nyújtják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar vörös kereszt biztosítani tudja már kórházban fekvő, vagy a lecsengő járványos időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz kezeléseje szükséges vérmennyiséget. Az intézeti véradásokról vagy a kitelepülésekről tudnak a képernyőn látható weboldalon.